Következőekben a talajok vizsgálata jön. Ebben az esetben a talajok szemcse összetételét, illetve fizikai talajféleségeket fogunk vizsgálni. Megpróbáljuk ezeket a talajokat egymástól szemcse összetételre, fizikai talajféleségre elkülöníteni. Mielőtt bármit kezdenénk, nézzünk rá erre a három talajra, nézzük meg a színüket. Mit gondoltok, hogy mi határozza meg, hogy egy talaj mennyire világos vagy sötét? Igen, a talaj színét, sötét vagy világos voltát nagyrészt humusztartalma fogja meghatározni. Ugye itt van egy sötét mezőségi talaj, szaknyelven csernozjom, barna erdőtalaj, illetve egészen világos homoktalaj található ezekben a tartóban. Mi most nem a humusztartalmukat fogjuk vizsgálni, hanem azt, hogy mekkora szemcsékből állnak ezek a talajok, hiszen a talajok aprózódáskor, ugye a kőzetek aprózódásakor különböző méretű szemcsékre esnek szét, és aztán az élőlények segítségével ezekből aprózódás és málás után keletkezik a talaj. Nézzük meg először a talajt kézbe véve, új begyünk között morzsolva, mit tudunk megállapítani. Ugye első talajunk puha tapintású, ugye, ahogy összenyomjuk, úgy nyírkos, és ugye az új begyen ott marad, megtapad, valamint egyáltalán nem karcolja az új begyet. Következő talajunk, a barna erdőtalaj, már nem formálható annyira, nem olyan tapadós, de még mindig nem érezzük ezt a karcoló, súroló érzést az új begyünkön. Ugye ha a harmadik talajt, a homoktalajt morzsoljuk, akkor viszont ugye ez azonnal kipereg az ujjaink közül, nem tapad meg, viszont karcoló, súroló érzést tapasztalunk az új begyeink között. Ez azt jelenti, hogy ennek a talajnak a szemcse mérete jóval nagyobb az előző kettőnél, tehát ugye a homok frakció az uralkodó benne, ezzel ugye a fizikai talajféleségek közül az egyiket már tulajdonképpen el is különítettük, ugye a háromféle szemcse méret tartomány a homok, a vályog és az agyag frakció, ugye méret szerinti csökkenő sorrendben, és ezért a legnagyobb szemcseméretű homoktalajok, azok nem is nagyon állnak össze, így szárazon, viszont megvizsgálhatjuk úgy is őket, hogy teszünk egy kis talajt óra üvegbe, és vizet adunk hozzá, hogy vizesen képesek vagyunk formát gyúrni belőle. Ugye hát aki már homokozott életében, az ezért tudja, hogy homokvárakat bizony lehet építeni, és ezek valamivel tartósabbak a légváraknál. Ez igaz is, ha így szépen ide kirakom, és ugye mutatom, hogy már tudok belőle gyúrni, hát valamilyen kis formát. De erre a formára mi lesz jellemző, hogy golyót azt csinálhatok belőle, gömb, golyó, ugye? Viszont pillanatok alatt szétesik, és ha szeretnék belőle egy hurkát formálni, az már nem nagyon megy. Ugye nincsen már összetartó erő a talaj szemcsék között, tehát nem tudom tovább formálni ezt a talajt. A homok talajokból legfeljebb golyót tudunk gyúrni, de az is inkább szétesik nagyon hamar az ujjaink között. Nézzük meg ezt a barna erdő talajt. Mi történik akkor, ha
vizet adunk hozzá, mire vagyunk képesek, milyen formát tudunk előállítani belőle. Ugye gyúrjuk jól meg, még adok hozzá egy pár szemcsét, mert bár érezzük, hogy sokkal, de sokkal jobban tapad. Ugye, ha meggyúrom a kezemmel, akkor ez egy jól formálható golyó lesz, az nem is akar szétesni. Ugye? Majd elkezdem hát hurkává formálni, nagyon szép hurkát tudunk belőle csinálni. Ugye jól látszik, akár itten ugye az asztalon. De már ha nagyon gyúrom, akkor kezd szétesni. Viszont ugye nem tudom szétesés nélkül karikává, pereccé formálni. Ilyen formában ebben még a nagyobb méretű homok szemcse nagyságrendnek a képviselete megvan, de biztos, hogy már az agyag mérettartomány is jelentős számban jelen van, jelentős nagyságrendben, ezért azt mondhatjuk, hogy ez a talaj vályog talaj, hiszen gömböt, tehát golyót és hurkát tudok belőle formálni, de azt nem tudom meghajlítani pereccé. Tehát ez agyag és homok közötti átmenet, vályog talaj, mint fizikai talajféleség. Nézzük meg ezt a jó kis fekete földet. Mi lesz ebből, ha vizet adunk hozzá? Lesz-e különbség a szemcse méretben? Túl sok lett a víz, még egy kis talajt teszünk hozzá. És akkor szépen jól látszik, hogy golyóvá formálható. Meggyúrható hurkává. És engedi magát egy ideig formálni, de aztán szétesik, igazából ez a vályogos agyag fizikai talajféleség minősítést kapná, mivel hurkát is lehet belőle formálni, és igazából el lehet kezdeni hajlítani, de teljes perecet nem lehet belőle hajlítani, mint az agyag talajból, ami teljesen köré hajlítható. No. Tehát a mai alkalommal a fizikai talajféleségek elkülönítését néztük meg, és ugye a szemcse méret összefüggését vizsgáltuk a formálhatósággal, gyúrással, és azt tapasztaltuk, hogy minél több benne az agyag frakció, annál jobban formálható, annál jobban áll össze és marad egybe a talaj, ha vízzel együtt gyúrjuk.